Mindenkinek csak. Azt is mutatja, hogy nem elszék, nem is, hogy iszik. Jaj, anyag pérse. Nem. Jó magyar víz, amit nem ad mindenkinek. 4000 aláírás kellett volna csak, hogy elérjük ezt. Az nem lett meg? Úgy fangja. Mi történt annál, annakkel, hogy most itt szeretnél? Lényegében az történt velünk, hogy volt lakásfelújítási hitelünk, autóvásárlási hitelünk, és mindez az idők során egyre nehezebben volt fizethető. Lényegében a lakásunkat sikerült megmenteni, az autónkat már nem. Viszont a legmélyebb probléma az, hogy az életszínvonalunk a kialakult körülmények miatt annyira lecsökkent, hogy most már a gyerekünk nevelése és iskoláztatása is problémás lett. És én több mint egy évvel ezelőtt becsöppentem a Koppány csoport tevékenységébe egy kialakultatás során. És amikor ugye átéreztem a családnak a helyzetét, onnantól kezdve én nap mint nap részt veszek a úgynevezett ellenállásba, a kialakultatások megakadályozásába, és természetesen minden olyan csoport munkájánál megjelenek az emberek között, akik a devizahiteles problémák megoldásáért és egyéb apró dolgokért küzdenek, mert ma már Magyarországon nem csak a devizahiteles probléma létezik sajnos. Ez az ízes, mert mein Kredit für kleine Autos und auch für Wohnungsfinanzierung und das konnten sie dann nicht mehr zurückzahlen und die Wohnung konnten sie beschützen, das Auto haben sie aber verloren und das wird nicht gesagt, dass es das Lebensmittel dass sie heutzutage ihre Kinder kaum mehr ausbilden können und versorgen können. Und deswegen hat er angefangen, mit dieser Koppelgruppe zu arbeiten. Und er ist bei der Aktion dabei und er tritt ein für die Interessen der Devisenkredite, aber nicht nur dafür, sondern auch für andere Interessen und andere Probleme, die er so sieht, weil er denkt, leider ist das größte Problem nicht nur die Devisenkredite, sondern es gibt auch viele andere Probleme. Warum Sie jetzt drastische Maßnahmen greifen? És ön miért nyúlt most ez a drasztikus módszerhez, hogy éhség sztrájkoljon? Mert én teljesen átdöntöttem magamnak, hogy tehát harcolok, mert ha nem, akkor én gyilkos. Véget vettek a dolognak, életembe sem. Nem muszáj harcolni valamiért, hogy egyik napul a másikra ér, és éljen az ember. Weil sie hat keine andere Wahl, also sie sieht, sie kann jetzt entweder kämpfen oder sie beginnt Selbstmord. Und sie hat gedacht, also sie muss kämpfen, weil ansonsten kann es nicht so weitergehen. Das hört sich sehr schlimm an. Beschreiben Sie mir, was ist Ihr Hauptproblem? Wie sieht Ihr Alltag aus? Beschreiben Sie mir, dass ich verstehen kann, dass Sie solche drastischen Worte jetzt sagen, hier vor uns, was ist los in Ihrem Leben? Röviden tudnám mondani, hogy mégis mi az, ami ennyire elkeserítette, ami, hogy ugye a mindennapi életben mi az, ami ennyire rossz, amitől ilyen... Tehát, hogy nem tudok megvenni, kifelőtt húzzuk a Párizsit, és ha megismertem, akkor csak egy olyan gyereket színnek, elnézek fölötte, minden máshogy fizetik el, hogy találom a tanszerek, nem tudok, hogy nincs munkahelyem. És azt mondták, hogy a miniszterelnök, senki nem marad a hitel, mert mindenkinek lesz munkája, és senkinek sincs semmi. Also, dass sie 10, 15 Dekar Pariser kaum kaufen kann und wenn sie Aufschnitt kaum kaufen kann. Und wenn sie das kauft, dann ist das auch nur das Kind, weil sie hat dafür nicht, sie kann nicht so viel so kaufen. Und das überhaupt die Schulsachen ist auch ein Riesenproblem, die Schulsachen zu kaufen für die Kinder. Sie hat keine Arbeit.
Und der Premierminister hat versichert, dass niemand auf die Straße kommt, jeder eine Arbeit haben will. Aber das stimmt nicht, sie hat keine Arbeit, sehr viele kommen auf die Straße und sehr viele haben keine Arbeit und das verzweifelt sie. Wovon leben Sie denn? Welche Unterstützung bekommen Sie? Ich möchte noch kurz megélni, milyen lehet, milyen támogatást kapnak, vagy van bármilyen egyébként? Elmegyünk a Sie geht zum Beispiel auf das Feld arbeiten und dann bekommt sie 3.500 Euro. Ihr Witzig, das sind 12 Euro pro Tag und dann bekommt sie 12.200 Euro von der Familie. Das war es quasi. Was ist Ihre Botschaft hier an Herrn Orbán? Mi az önök üzenete itt most Orbán Viktornak? Mit üzennek? Lényegében az igazi üzenetünk a kampánycsoporton keresztül, és én mint magánember is azt kérem a miniszterelnöktől, hogy ameddig a devizahiteles problémák törvényesen nem rendeződnek, azonnal állítsák, hogy kilakoltatások, a végrehajtási záradékokat. Ezt kiegészítve abban, hogy teljesen mindegy, hogy banki tartozás miatt van valaki ellen kezdeményezés, vagy pedig közüzemi számlák miatt. Ugyanis ma már Magyarországon a közüzemi számlák olyan magas értékeket takarnak, hogy az egyszerű középosztály, aki már lesüllyed, nem tudja kifizetni a közüzemi számláját sem, és a közüzemi számla tartozások miatt is van már Magyarországon kilakoltatás önkormányzati lakásokból. Hát ezt is szüntessük meg. A másik, hogy a devizahiteles szerződések mellett kezdjék el nagyon sürgősen átvizsgálni a szolgáltatók szerződéseit is, ugye Tigáz, Émász és telefontársaságok, ugyanis azok a szerződések is ugyanabban a hibában szenvednek, mint a banki szerződések, teljesen egyoldalúak. Tehát a másik szerződő félnek a fogyasztónak nincs beleszólása abba, hogy milyen szerződést köt. Eszed, nem kapsz más, ez van. Also Ihre Seinung und auch die Nachricht oder das, die Forderung seiner Organisation ist, dass solange das Gesetz nicht gelöst wird, diese ganze Sache, solange bis das nicht gelöst ist, sollen sofort die Ausräumungen, also die Wohnung weg, Zwangsräumungen die Regen, Wohnnebenkosten unter 20 Euro fallen, weil heute sind die Wohnnebenkosten schon so hoch, dass viele Familien aus ihren sozialen Wohnungen, die wir in Gemeinden gehört, rausgeworfen werden, weil sie ihre Wohnnebenkosten nicht bezahlen können. Und es sollen auch nicht nur die Devisenkredite und die Bankkredite, sondern auch die Verträge mit dem Gas- und Strom- und Telekom-Unternehmen gesucht werden, weil auch die sind enorm einseitig und auch da hat der Verbraucher kaum was. Kaum etwas. Nem tudom, hogy mondjam, hogy teljesen az ember kilátástalan. Total aussichtslos. Was erzählen Sie Ihren Kindern, wie es weitergehen wird? És mit tud mondani egy ilyen helyzetben, egy ilyen kilátástalan helyzetben a gyerekeinek, hogy ő nekik mit tud mondani? Tudok nekik mondani, hát harcoljanak, mert muszáj. Nem baj, látom.